estét kívánok! Május 30-án, néhány nappal azután, hogy a Videoton labdarúgó csapata megszerezte történetének harmadik bajnoki címét, megrázó hírt kaptunk. Tragikus hirtelenséggel 84 éves korában elhunyt Kovács Ferenc, a Videoton tiszteletbeli elnöke, a csapat legendás edzője, aki a 80-as évek közepén az UEFA kupa döntőjébe vezette a legendás piros-kék együttest, és nem mellesleg a finálé második mérkőzésén legyőzte a Real Madridot. Kovács Ferenc vasárnap este még Felcsúton ünnepelte szeretett klubja sikerét, de néhány nappal később örökre az égi futballpályákra távozott. A Bajnokok Városa mai adásában a legendás szakvezető emléke előtt tisztelgünk egy néhány évvel ezelőtt készített portrébeszélgetéssel. A Magyar Olimpiai Bizottság 1967-ben csatlakozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Fair Play programjához. A NOB kezdeményezésének keretében minden évben díjazzák azokat a sportembereket, akik az esélyegyenlőség és a sport tiszta körülményeinek megőrzéséért tevékenykednek. A Magyar Olimpiai Bizottság 2008-ban Fair Play életmű díjjal tüntette ki Kovács Ferencet, a Videoton SC egykori edzőjét, aki az 1984-85-ös szezonban UEFA kupa döntőig vezette a piros-kékeket. 2008-ban a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play életmű díjjal tüntette ki Kovács Ferencet, amihez most ezúton is gratulálunk valamennyi székesfehérvári foci barát nevében. Hogyan fogadta ezt a kitüntetést? Hogyan élte meg, amikor megtudta, hogy ön lesz a MOB egyik díjazottja? Nagyon meglepett, mert teljesen titokba tartotta mindenki. Úgy szereztem tudomást róla, hogy ezt a napot tegyem szabaddá délelőtt 11 órára, mert lesz egy program. De ugye ez a program miből adódott, ezt mindenki titokba tartotta. Tulajdonképpen itt értesültem, talán egy fél órával előtte, hogy miről van szó. Megmondom őszintén, nagyon meghatódtam, és nagyon elgondolkoztam azon a dolgon, hogy tulajdonképpen most, miután több időm van átgondolni az életemet, talán a gyerekkoromtól a jelenlegi napig, és bizony nagyon sok minden történt, és főleg a sport területén, és hogy erre más is emlékszik, és mások is emlékeznek, és ezért még én megbecsülést is kapok, ez mindenféleképpen egy megható dolog számomra. Fair play, maga ez a fogalom, amit a fogalom takart, emberi cselekedetek, mennyire járták át mindennapjait Kovács Ferencnek, akár játékosként, akár vezetőedzőként? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Végig játszottam a futballpályafutásomat, mint játékos, kiállítás nélkül. És én azt hiszem, hogy mint játékos is, amit aztán később, mint edző magammal vittem és magamba hordoztam. És talán itt elsősorban azoknak a játékosoknak kell köszönetet mondanom, akiktől én ezt elsajátítottam. Hidegkuti, Börzsé Ancsi, Sándor Károly, aki mai napig is él, javarésze sajnos Kovács Imre, Zakariás Józsi már meghaltak, nincs köztünk, de mindent őtőlük tanultam, amit az életbe. Megtanultam azt, hogy egy öltözőbe hogy kell letenni a ruhát, amikor vetkőzünk. Megtanultam azt, hogy ha nem esik az eső, soha ne legyen sáros a cipőm. És hasonló példákat tudnák mondani. Ezek az emberek nem csak mint sportemberek, hanem mint emberek is nagyok voltak. És hogy nekem volt olyan szerencsém, hogy nagyon hosszú időt tölthettem velük egy öltözőbe, mint játékostárs. Mindig felnéztem rájuk, a mai napig is az élőkre felnézek, mert úgy érzem, hogy ezektől nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat köszönhetek. Én a játékos és edzői pályafutásomat megpróbáltam mindezeket átadni, érzékeltetni a játékosokkal, hogy tulajdonképpen ezt is lehet a sporton belül. Mindig vigyáztam, hogy ne legyen olyan, még egyszer mondom, játékos és edzői pályafutásom alatt, hogyha én valamit számon kérek és megkövetelek a játékostól, hogy azok vissza tudják fordítani, hogy na, ez bort, vizet prédikál és bort iszik, tehát ilyen nem volt, és én úgy érzem, hogy ez a nevelői munkában nagyon sok segítségemre volt. Mindig mertem példázni, mindig mertem követelni a játékosoktól, megpróbáltam, és a mai napig nagy örömmel vesz körül az, hogy
számtalan játékos, aki nekem játékosom volt, ma a magyar labdarúgásban mint edző dolgozik, és nem is akárhogyan. És erre én nagyon büszke vagyok, hisz mindig azt mondtam nekik, nagyon figyeljetek oda, vigyázzatok akár a magánéletre, akár a családi életre, vigyázzatok példamutatóan, mert egyszer ti fogjátok továbbvinni azt, amit én és a társaim csinálnak. És nagyon örülök, hogy nagyon sok játékos, Fehérváron is erre nagy példa van, hogy azok a játékosok példamutatóan dolgoznak a magyar sportban. 1947, közel negyed évszázadon keresztül kergette a labdát Kovács Ferenc az MTK-ban. Ez mondhatjuk, hogy egy sorsfordító negyed évszázad volt. Hát igen, én azt hiszem, hogy ha mindjárt az elején kezdem, hogy saját magunk a baráti kör alakítottunk egy labdarúgó csapatot, és elindultunk a mezitlábas bajnokságba, Kossuth Előre néven. Megnyertük ezt a bajnokságot, kijöttek a megfigyelők, és engem meg jó néhány társamat különböző egyesületekbe elvittek, akikből aztán tovább lett még rajtam kívül is más NB1-es csapat, és az, hogy én az MTK-hoz kerültem, azt az előbbiekben már érzékeltettem, hogy ez egy különös lehetőség volt, és én megpróbáltam ezzel a lehetőséggel élni. Kölyök csapatba kezdtem. Kölyök bajnokságot, ifjúsági bajnokságot, tartalékbajnokságot, felnőtt bajnokságot nyertünk, közép-európai kupa, mert akkor még nem léteztek ezek az UEFA meg a KEG mérkőzések, közép-európai kupát nyertünk, tehát amit lehetett, mindent megnyertünk az MTK-val. Egy nagyon érdekes sztorit fogok most elmondani, hogy mindenki érzékelje, mi mikor kimentünk külföldre, a Bundesligának az élcsapatait, játszik könnyedsége, mindenkit megvertünk. Volt egy kedves élményem, 1954-ben kimentünk Törökországba, Isztambulba játszottunk a Fenerbahcséval, Beşiktaş-szal és a Galatasaray-jal. A harmadik ellenfelünknél, nem akarok nevet mondani, már azért kaptunk külön pénzt, hogy kevesebb gólt rúgjuk, mint az előző kettőnek. Tehát valamikor az MTK-nak ilyen rangja volt, és én, hogy ebbe a csapatba tudtam játszani, az egy felemelő érzés volt. Játékos pályafutásomat befejeztem, sajnos sérülés segítette ehhez hozzá, hogy idő előtt fejezzem be. Ifjúsági csapattal kezdtem el edzősködni, megnyertük a bajnokságot, majd a Hidegkuti Nándi váratlanul kiment Olaszországba edzőnek, át kellett venni az első csapatot. Előtte a tartalékcsapatnak voltam az edzője, átvettem az első csapatot, és innen indult aztán tovább az edzői karrierem. Az egyébként abszolút evidens választás volt, hogy amikor be kellett fejeznie Kovács Ferencnek a labdarúgó aktív játékos pályafutását, akkor edzőként folytatja és marad a labdarúgás mellett? Nem kellett különösebben gondolkodni rajta? De igen, kellett. Ez egy nagyon jó kérdés. Ezt mindig átsiklottam, amikor erről beszéltem. Elektroműszerész szakmámban, az erős áramú vonalon végeztem a Kandó Kálmán főiskolát, és nagyon jó kereső állásom volt a GANSZ kapcsolók. Korábban, mikor oda kerültem, Szabó és Mátéfi volt, utána GANSZ kapcsolók és készékező, a 10 kerület kőbányajuton van, és 3500-3600 forintot kerestem, 53-54-ben hatalmas pénz volt. Apám 1350 forintot adott haza. És akkor a labdarúgásban egy olyan szintet értem el, amikor fel kellett tennem a kérdést az edzőmnek, Bukovi Márton volt, hogy Marci bácsi, tessék mondani nekem, hogy érdemes nekem a labdarúgás miatt a szakmámat félretenni és váltani. És azt mondta, elmondtam neki, hogy milyen kereseti lehetőségem van, azt mondta, fiam, mi ezt biztosítani, nem tudjuk, de én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon nagy karriert fogsz elérni. És akkor nem volt kivel megbeszélni, magam döntöttem, hogy átérek, és egy 3500-3600 forintos állást 850 forintra fölvállaltam, és akkor itt indult el, hogy mint játékosi sportállásba már minden edzésen részt tudtam venni, és ez az edzői pályánál is úgy volt, hogy akkor már még mindig döntenem kellett, mert megtartottam a régi munkahelyemet, másodállásban voltam az MTK-nak fél évig az NB1-es edzője, 800 forintos
szerződéssel, amikor a tartalékcsapatnak voltam az edzője, azt a szerződést megőriztem. Feltettem a vezetőknek azt a kérdést, hogy kérem, legyen ez a fél év mindkettőnk számára egy tanuló fél év, én is el tudom dönteni, hogy választom-e az edzői szakmát, önök is el tudják választani, hogy bíznak-e bennem a munkám folyamán. Hál' Istennek mindketten jól döntöttünk, ők akkor azt mondták, Feri, szeretnénk, ha továbbra is edzősködnél főállásba, és akkor én ismét egy nehéz döntés előtt álltam, a szakmámat befejezve átértem a labdarúgó pályára, amit azt hiszem, hogy az életem folyamán el kell, hogy mondjak, hogy minden élményt a mai napig is a sportnak és a labdarúgásnak köszönhetem. Kovács Ferenc pályafutása vezető edzőként nagyon több alkalommal is találkozott a fehérvári labdarúgásra, és mai napig, ha elhangzik Kovács Ferenc a neve, akkor mindenkinek a videóton nagy UEFA kupa menetelése jut eszébe. Miért azonban erre rátérnénk, egy személyes gondolatra lennék kíváncsi. Mit érzett először, amikor Székesfehérvárra érkezett, amikor eldőlt, hogy át fogja venni első alkalommal majd a videóton szakmai munkájának irányítását? Egy régi játékos társam, ugyan az MTK első csapatában nem volt, Egerbe dolgoztam, MTK-ból Egerbe kerültem edzőnek, és felkeresett, Horváth Lajosnak hívják, a mai napig is él, Horváth Lajos volt a technikai vezető, a vezetőség megbízásába felkeresett, hogy nem-e volna kedvem a Fehérvárra. Ugye akkor Fehérvár még nem volt olyan nagy egyesület, MB2-ből kerültek föl, Kalocsai Géza, Kovács Imre segítségével már egy ilyen középszerű eredményt értek el az NB1-be, és akkor úgy döntöttem, hogy miután az edzői pályát választom, elkerülhetetlen, hogy ne lépjek előre, elvállaltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy az az öt év, ami az első öt évet jellemzi, talán nem jöttem volna el, hogyha nem köteleznek erre akkor engem, hogy nem köthetek újabb szerződést, mert be kell mennem az MLS-be, aztán én meg azt nem vállaltam, hanem elmentem inkább a Vasasos edzőnek, de egy ragyogó csapatom volt. Egy ragyogó, a Karsai, Kovácsféle és sok néhány játékos, mindenkit említhetnék, a mai napig Tíber Laci, aki ott van, Hartyányi Gabi segítkeznek. Ezek csodálatos játékosok voltak, nagyon szép eredményt értem el, és hogy ővelük nem értünk el olyan nemzetközi sikert, bár nagyon erős és nagyon jó csapat, kultúrát, futballt játszó csapat volt, azt talán abba gátolt meg bennünket, hogy olyan csapattal kerültünk második, harmadik körbe össze, mint a Maradónával megerősített Nápoly, nagyon szoros eredménybe estünk ki. Következő évben szintén odaverekedtük magunkat, akkor a FC Magdeburgtól estünk ki, aki akkor 8 NDK válogatottal rendelkezett, és megfosztott ezeket a játékosokat egy magasabb szintű nemzetközi eredménytől. De hangsúlyozom, hogy egy nagyon jó csapat volt, az, hogy a dobogón második helyen végeztünk, én azt hiszem, hogy ott szándékosan löktek le bennünket az első helyről, ezt a mai napig is állítom, és talán mindenki tudja ezt, és nagyon büszke vagyok én arra a csapatra. És nagyon érdekes dolog ez, mert az MTK-ból tulajdonképpen a génjeimbe hordoztam azt a játékstílust, amit én megpróbáltam adaptálni azokra a csapatokra, ahol én dolgoztam. A kulturált, lapos összjátékra épülő játékot, szánytámadásokat, és úgy érzem, hogy ezek mind nagyon jó eredményre vezettek, mert minden csapat, ahol én dolgoztam, volt fazonja, játékstílusa, rá lehetett ismerni. Nem minden nap másik játékot játszott, hanem volt a csapatnak egy játéka. Mindig azt mondtam a játékosaimnak, hogy egy olyan játékot kell begyakorolnunk, ami álmodunkba fölkeltenek benneteket, tudni kell játszani. Ez nem biztos, hogy nyerünk vele, mert ha jobb az ellenfél, akkor ő fog győzni, de nekünk ezt kell tudni játszani. És én úgy érzem, hogy a kupa küzdelmekbe is mindenki csodálkozott rajta, annélkül, hogy én egyetlen egy játékost megbántanak, hisz nem győzöm őket dicsérni, csodálatos futballisták voltak, de nem egyéniségekre épült az a csapat, hanem egy óriási, begyakorolt, erős csapatjátéka volt, amit egyetlen ellenfelünk se ismert fel, hogy kivel áll szembe. És azt hiszem, hogy ez nagyon hozzájárult, ami természetesen hangsúlyozom, hogy nagyon kulturált, nagyon jó képességű, és szellemileg nagyon jó játékosokból tevődött össze. Azt hiszem, hogy ebben nekem is részem volt, hogy ezt én kialakítottam, de szerencsém is volt, hogy ezekkel az emberekkel kerülhettem össze.
Egy kollégám épp amikor megtudta, hogy itt Kovács Feri bácsival fogunk majd találkozni, és fogunk beszélgetni, mindenképpen a lelkemre kötötte, hogy mondjam el, hogy óriási, nem is azt mondom, hogy vita, de talán egy kicsit egyet nem értés van a fehérvári szurkolókban egy-egy csapatot illetően. Sokan hasonlítják a 76-os csapatot, amit említett Feri bácsi is, a UEFA kupában menetelő csapathoz. Érdemes összehasonlítani, illetve különbséget tenni, hogy melyik fehérvári csapat volt jobb, vagy melyik volt esetleg többre hivatott? A labdarúgás ugyanúgy, mint minden sportág, évről évre fejlődik. Hogy a labdarúgásban nem lehet annyira észrevenni és stopperral mérni a fejlődést, mint egy úszásban, vagy egy futásban, vagy kilóra egy súlyemelésnél, vagy méterbe egy diszkosz, vagy egy gerelyhajításnál. De soha nem szabad arról megfeledkezni, hogy ugyanolyan tempóban, ha nem jobban, fejlődik a labdarúgás is. Na most, hogy a mi labdarúgásunk ebbe a ciklusba nem tudott lépést tartani a fejlődéssel, egy bizonyos részt, ez egy nagyon hosszú és nagyon mély dolog, hogyha én erről elkezdenék beszélni és előadást tartani, azt hiszem, hogy egy fél délelőtt rámenne, megpróbálom röviden érzékeltetni, hogy tulajdonképpen 1956-ban és utána még talán 60-ban is, vagy 58-ban is nagy vérveszteség ért a magyar labdarúgást. Tehát azok a játékos egyéniségek, és itt gondolok a Puskásra, Kocsisra, nem tudom, egy Hidegkutira, hogy azok a játékosok, egy Bozsikra, akiket tulajdonképpen az ember akár viselkedésben, játékmódban, stílusban megpróbált kopírozni és átörökölni a magyar labdarúgás stílusát, ez egy óriási hanyatlásba kezdődött. És azt hiszem, hogy mi sportvezetők, mert most már magamat is beleértem, nekünk is részünk volt abban, hogy a magyar labdarúgás nem abba az irányba indult el, amibe el kellett volna. Hogy erre példát mondjak, egy idő elteltével elkezdtünk kopírozni más országok labdarúgását, avval a jelszóval, hogy majd mi is utolérjük. Ugye elkezdtük az angolokat délután két órás edzés, holott ez nem volt igaz, mert az angolok nem edzettek délután két órát. Én kim volt a Manchesternél tanulmányúton, ez nem volt igaz. De nálunk bevezették, olyan rossz edzés elméleteket vezettek be, ami eleve ide kellett vezessen, ahova vezetett. Én ezt mindig akkor is, amikor dolgoztam, mindig felhoztam, hogy tönkre fogjuk tenni a magyar labdarúgást, mert nem tanultuk meg az angol játékstílust, nem tanultuk meg a hollandot, nem tanultuk meg a németet, de elfelejtettük a magyart. Tehát itt mindenféleképpen én úgy érzem, és ezt a mai napig is szemrehányásként mondom, hogy ebben mi is nagyon nagy részesei vagyunk, és főleg az MLS-nek a szakmai irányító testülete volt az, aki ebben nagy ludas volt. Én azt mindig azt mondtam, hogy ha megint egy buta grotex példát mondok, hogy mindegy, hogy mivel etetünk egy jogsíri malacot, abból soha nem lesz, nem tudom, egy zsírdisznó, de fordítva is mondhatom. Tehát nem szabad az embernek, a magyar labdarúgásnak a génjeibe hordozott rafinéria, kapu előtti helyzet, amikor mások is nagyok voltak, nem csak mi, mert mondhatom a jugoszlávokat is, nagyon nagyok voltak a mi időnkben, a Beharájék, a Susics, a Vukász, a Milosevicsék, ezek hatalmas futballisták voltak, és amiket mi ebben megelőztük ezeket is, ez elsősorban a kap előtti leleményesség, a rafinéria, a váratlan húzások, és úgy érzem, hogy ezt a magyar labdarúgásból egy bizonyos idő után, miután elkezdtünk mindenkit kopírozni, és sokszor elteltek délelőttek úgy edzése, hogy labdát se láttunk, de medici labdát emelgettünk, gumikötelet húzogattunk, vasbottal gyakoroltunk, mint a cirkuszba, de a futballt meg szép lassan folyamatosan elfelejtettük. Ez mindenféleképpen egy, úgy érzem, hogy egy sportvezetői hiba volt, ami alól nem vonom ki saját magamat is, holott én mindig hadakoztam ez ellen. Minden pályára, csak példát mondok, minden pályára kiküldtek egy ellenőrt a Magyar Labdarúgó Szövetségből, és pénteken délután két órakor minden pályán ugyanazt a gyakorlatot csinálták. Kérdezem én, hol lesz ebből játékos egyéniség, hol lesz ebből edzői egyéniség, ha egy előre meghatározott koreográfia után kell dolgozni mindenkinek. Tehát nem hagyták. Mai napig is az a véleményem, hogy
fiatalkorban mindig meg kell várni, még egy játékosba ösztönösen kialakul a fejlődés, tehát hagyni kell ösztönösen, és miután felismertem a játékosba, hogy a génjeiben benne van a játékstílus, a játékügyesség, az improvizáció, akkor kell szépen a játékát leszabályozni, befogni és formálni. De amíg ez nem fejlődik ki, addig hagyni kell a játékost. És akkor el tudom dönteni, hogy na ebből a 30-ból, ebből a 3-ból lesz, ebből a 27-ből meg nem lesz semmi se. 1985 tavaszán játszott az UEFA Kupa döntőt a Videoton csapata, 1986-ban jutott ki utoljára a magyar válogatott nagy nemzetközi versengés, ugye világbajnokságra. Akkor ez a fajta... fogalmazzunk így, hogy rossz módszerek ezt követően fejtették ki hatásukat? Tehát mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ezt követően süllyedt el a magyar futball hajója? Nem, én szerintem már előtte ez a folyamat elindult. Előtte, mert ahogy említettem, már ezt megelőzően, jóval megelőzően kialakult az a folyamat, amikor egy egységes edzésmódszert kellett véghez vinni. És nálunk a Fehérvár mai napig is élnek azok a játékosok, akikkel ez előfordult. A mai napig is szegény Pálfai János, az akkori tanszékvezető és sportújságíró jött ki hozzám ellenőrnek. És mondom, Jani bácsi, egyezünk meg egy dologban, mert ő megkérte, hogy jegyzetelheti az én edzésmunkán végzett gyakorlataimat, és ő abból egy könyvet szeretne csinálni. Mai napig létező 600 edzésjáték című könyv, amit az én edzésemen állított össze, és könyvet jelentetett meg az én hozzájárulásommal, mondtam, Jani bácsi, megkössük az üzletet. Ön jegyzetel, én ezt megengedem, de viszont önnek azt kell megengedni, hogy én nem a követelményrendszert, ami elő van írva, hanem az én edzés elképzelésemet fogom a csapattal gyakoroltatni. És ez a kompromisszum megszületett, és tulajdonképpen mi azért egészen más edzésmunkát végeztünk, és ez az eredményben is meglátszott. Az éles szemű szurkolók, akik manapság kilátogatnak egy mérkőzésre, felfedezhetik a leláton, illetve a különböző szektorokban Kovács Ferencet. Milyen érzésekkel látogat ki ma Sóstóra? Nagyon érdekes dolog ez, mert hagyd mondjam azt, hogy én mindig nagyon tiszteltem a szurkolókat, mert azt a fogalmat mindig magavénak tudtam, hogy üres lelátók előtt nincs labdarúgás. Ez egy mese. Szóval ez nem itt. Egyik a labdarúgó tűzbe hozza a szurkolót, a szurkoló tűzbe hozza a játékost, és a kölcsönhatás hozza ki a nagy eredményt. És én azt hiszem, hogy mindenek előtt oda kell visszakanyarodni, hogy elsősorban a játékosoknak kell azt a lépést megtenni, amivel a szurkolókat ott tartják, kihozzák, és szép lassan gyarapítsák a létszámukat. És én nem azt mondom, hogy holnap meg kell tudni zsonglőr módon játszani, de amit meg lehet követelni egy edzőnek, és meg lehet a játékosoknak önmaguktól és társaiktól követelni, hogy minden egyes mérkőzésen a maguk által a maximumot nyújtsák. És hogy ez győzelemre vezet, döntetlenre, vagy éppen azon a mérkőzésen veresége, erről már nem tehet az ember. Ha én mindent megteszek annak érdekében, hogy a csapatom nyerjen, felkészítem őket, edzésmunkát elvégeztetem velük, szakmailag helyre rakom a dolgokat, akkor én magamnak nem tudok szemrehányást tenni, hogy na, ezt is elmulasztottam, azt is elmulasztottam. Én a játékosok felé csak azt kérem, hogy próbálják meg, mert egy csodálatos tavasz elé fogunk nézni, én legalábbis így érzem, Fehérvárnak mindig a tavasz volt az eredményesebb, most se állunk messze a célkitűzésektől. Nagyon jó a szakmai munka, merem remélni, és én úgy érzem, hogy a játékosokban is egy kis hozzáállás, változás be fog következni, és átérzik, hogy egy nyugodt, normális légkörbe dolgozhatnak immár most már lassan egy éve, és nincsenek különösebben anyagi gondjaik, mert amit megdolgoztak, azt ki is fizetik nekik. Én azt hiszem, hogy ezt a körülményt egy sokkal nagyobb odaadással és sokkal nagyobb akarattal kell nekik végigjátszani, és akkor be fog következni, amit én mondok, hogy a játékkal hozzuk a közönséget, és a közönség meg hatással lesz a játékra. És ez a kölcsönhatás, ez föl fogja emelni. Nagyon bízom benne, és úgy érzem, hogy minden lehetőség megvan arra, hogy a Fehérvár FC, most így mondom, majd a korábbi Videóton egy olyan útra lépjen, ami ismét a nemzetközi piacra fogja kivezetni a csapatot, és azt hiszem, hogy akkor a játékos és a közönség kölcsönhatása
talán, ha nem is mindjárt olyan sikereket, mint amit elért ez a klub, de hasonlókat fog elérni a jövőben. És ezt én tiszta szívemből kívánom. Én mai napig visszaemlékszem azokra az emberekre, akik fölmásztak a fa tetején, csüktek egy-egy mérkőzésen, és én ezek előtt örök életembe kalapot emelek, és ezeket az embereket tisztelem, becsülöm, amíg élni fogok, mert ez a labdarúgásnak ugyanolyan tartozéka, mint egy nagy kvalitású játékos. Kovács Ferenc, nagyon szépen köszönöm, és engedje még egyszer gratuláljunk a kitüntetéshez. Köszönöm szépen.